Március 18-án lezárult a kormány által meghirdetett nemzeti konzultáció, mely elsősorban a koronavírus járványt követő újranyitásról kérte ki az emberek véleményét. Az online kérdőívet 528 ezeren töltötték ki, melyben a többség szerint lépésről lépésre kell feloldani a járványügyi korlátozásokat. A védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek felmentéseket kell adni egyes korlátozások alól, illetve a válaszadók nagy része egyetértett azzal, hogy csak az oltással vagy védettségi igazolvánnyal rendelkező külföldiek léphessenek Magyarország területére a járvány végéig. A témával kapcsolatos további részleteket Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinet parlamenti államtitkára ismertette. A koronavírus járvány következtében 2020 márciusa óta állnak fenn korlátozások hazánkban. A beérkezett oltóanyagoknak köszönhetően folyamatosan növekszik a lakosság átoltottsága, így hamarosan megkezdődhet a gazdaság újraindítása. A kabinet február közepén nemzeti konzultációt hirdetett, melyben a pandémiás időszakot követő legfontosabb teendőkről, illetve a fennálló korlátozások feloldásának lehetőségéről gyűjtötte össze a lakosság meglátásait. Az online kérdőív kitöltéséhez regisztrációra volt szükség, melyet a nemzetikonzultáció.kormány.hu oldalon lehetett megtenni. A szavazás március 18-án lezárult, az eredményeket Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinet iroda parlamenti államtitkára ismertette. Mint elmondta, 528 ezeren éltek a lehetőséggel, hogy vélemény nyilvánítsanak és válaszoljanak a megadott kérdésekre. A válaszadók 88%-a szerint a járványügyi korlátozásokat fokozatosan lépésről lépésre kell feloldani. Csak 12% mondta azt, hogy egy lépésben a járvány végén. A résztvevők 65%-a ért egyet azzal, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők felmentést kapjanak egyes korlátozó intézkedések alól. 74% szerint, ha azt a járványügyi helyzet engedi, az első lépések között enyhíteni kell az este 8 óra utáni kijárási tilalmat szigorú biztonsági szabályok mellett. Dömötör Csaba hozzátette, az éttermek és szállodák nyitását 87%, míg a sportlétesítmények újbali használatba vételét 75% támogatta. A résztvevők 58%-a ért egyet azzal, hogy a védettségi igazolványa a rendelkezőknek meg kell engedni, hogy rendezvényeket, így koncerteket vagy sporteseményeket látogathassanak. Az államtitkár ismertette a külföldiek Magyarországra történő belépésének kérdéskörében kapott végeredményt is. A válaszadók 79%-a egyetért azzal, hogy a járvány végéig Magyarország területére csak olyan külföldiek léphessenek, akiket vagy beoltottak, vagy rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. A kormány a részletes statisztikát internetes oldalon is közzéteszi, és a meglévő adatok alapján elkészíti az újraindítás terveit. Ennek egyes szakaszai a beadott oltások számához igazodnak majd.